Kedves nézőink, szeretettel köszöntjük Önöket mai adásunkban, a nevem László Varga Zoltán. Önök bátran a jövőbe című adásunk újabb kiadását láthatják, de nem csak láthatják, hanem akik Kolozsvár ö, körzetében laknak, a Reménység Hanger Ottani stúdiójának adás körzetében, azok hallgathatnak is bennünket a 88,3 MHz-es frekvencián, úgyhogy ezúttal köszöntjük nem csak a nézőket, hanem a rádióhallgatókat is, Isten hozta Önöket is. Majdásunk valamilyen szempontból épül az elmúlt hetire, hiszen akkor a Krisztus várásnak kockázatairól, veszélyeiről beszéltünk, és arról, hogy az ember kísértve érezheti magát, különféle okoknál fogva arra, hogy hátra nézen, ahelyett, hogy előre menne, és a célra függeszteni a tekintetét, és ezért félretenne mindent, ami esetleg visszatarthatja. Most pedig próbálunk egy kicsit konkrétabban körülnézni a mai világban, hogy milyen veszélyek fenyegethetnek különböző irányokból, a Krisztus várás közben természetesen a lista nem teljes, még átfogó sem, csupán csak ízelítőt nyújt abból, hogy milyen világban kell nekünk előre nézve, előre haladnunk. Mai beszélgető társam továbbra is Páfi Miklós Lelkész Isten hozott a stúdióban. Köszöntöm a kedves nézőket! Örülünk annak, hogy újra itt vagy, és már kíváncsian várom az előre megkapott vázlat alapján azt, amiket előre elkészítettél, mert ugye nem egyszerű dolgunk van, és itt nem csak magunkra gondolok, hanem minden kedves nézőre, minden kedves hallgatóra a mai világban eligazodni és helytállni. Megpróbálunk egy kicsit nagyobb fényt vetni magunk köré, hát ha sikerül majd könnyebben döntést hozni és könnyebben elindulni. Jézus Krisztus nem egyszer felszólította tanítványait, hogy vigyázzatok, ami esetleg a szótári értelmét jelenti, a, ugye a görög szótár szerint az ébren maradni, vírasztani, vagy, vagy éles elmével felmírni a helyzetet, lenne a jelentéstartalma. A kérdés az, hogy hol, hányszor és milyen kontextusban használta Jézus ezt a felszólítást? Hát talán az evangéliumokban az a fejezet, ahol Jézus Krisztus leginkább hangsúlyozza a vigyázás gondolatát, az a Márk evangéliumának a 13. fejezete, ahol ötször ször jelenik meg ez a figyelmeztetés, de megjelenik Máté 24-ben is, Máté 25-ben is, és általában vagy majdnem kizárólag amikor Jézus hangsúlyozza a vigyázás gondolatát, azok általában a második eljövetelt megelőző eseményekre utal, utalnak. Ha megengeded, elolvasnám gyorsan ezt az öt ígét. Itt a Márk Evangélium a 13. fejezetében. A 13. fejezet Jeruzsálem pusztulásáról szól, de ugyanakkor a világ végéről is azokról az eseményekről, amelyek Jézus Krisztus második eljövetelét fogják megelőzni. Erre a kérdésre ad Jézus választ, hogy mikor lesznek meg ezek, és mikor lesz a te eljöveteled. És Jézus válaszként többek között őt alkalommal fogalmazza meg a vigyázás gondolatát, előbb a kilencedik versben azt mondja, hogy nyomorúságoknak Nyomorusságok, kezdetei ezek, ti pedig vigyázzatok magatokra, mert. És akkor sorolja, hogy milyen veszélyek következnek. Aztán a 23. versben azt mondja, hogy olvasom a 22 is, hogy legyen értelme ennek a figyelmeztetésnek, mert hamis Krisztusok és hamis proféták támadnak, és jeleket, csodákat tesznek, hogy elhitessék, ha lehet, még a választottakat is. És ebben a tudatban mondja Jézus, hogy ti pedig vigyázzatok, ímé előre megmondottam néktek mindent. Majd a 33. versben figyeljetek, vigyázzatok és imádkozzatok, mert, imádkozzatok, mert nem tudjátok, mikor jön az, az, az idő. 35. vers pedig azt mondja, hogy vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mikor érkezik meg a háznak az ura. És a 37. vers amely aztán zárja is a fejezetet, összefoglalja ezeket a figyelmeztetéseket, amiket pedig néktek mondok, mindenkinek mondom, vigyázzatok. Itt uh, annyit uh, aláhúznék, hogy uh, a vigyázatok mellett, mert ez a fő hangsúly, hogy uh, amit néktek mondok, mindenkinek mondom, tehát ez a felszólítás, ez mindenkihez szól, és nem csak akkor, hanem ma is. Tehát mindenkor emberéhez szól ez a felszólítás, éppen ezért ebben a megvilágításban folytassuk akkor a beszélgetést, és főleg, hogy fontos dolgok történnek, amikről oda kell figyelnünk. A bűvész mutatványoknak van több alapszabálya, most nem arra gondolok, hogy valamit hogyan kell megfogni, tenni, venni, mozgatni tárgyakat, hanem Valójában a bűvész mutatvány az emberi léleknek egy bizonyos manipulálása, bizonyos lélektani szabályok felhasználása. Az egyik ilyen szabály az, hogy el kell terelni az emberek figyelmét a lényeges a dolgokról, a lényegtelenekre, és ameddig a bűvésznek a kezét nézik, vagy az arcjátékát, addig a másik kezével a bűvész az emberek szeme előtt tüntet el, vagy jelenít meg valamit, és ha odafigyelnének, akkor bárki láthatna, hogy mi történik, de nem látják a másik pedig rávenni a nézőt, és ez már komoly manipulálás, hogy azt lássa, amit a bűvész mutatni akar, vagy esetleg azt lássa, amit ő maga látni szeretne, és akkor az agynak ez egy érdekes tulajdonság, ebben most nem megyünk bele, hogy az agy maga is legtöbbször nem azt látja, ami történik, hanem amit az agy látni szeretne. Ennek van egy neurológiai, pszichiátriai magyarázata, de ez most kevésbé fontos. A végeredmény az, hogy akár figyelte elemelterelés, akár manipulálás egyik sem felel meg a valóságnak. A kérdés az, hogy miközben a keresztény vigyázva várja Krisztust, ahogy a példázatbeli szolgák az ő urukat, mire érdemes odafigyelni? Mindenre. Hát az nehéz és fárasztó is. Úgy gondolom, hogy ha komolyan veszük azt, amit az Úr Jézus mond, hogy vigyázzunk, és ahogy megfogalmaztad, hogy mit is jelent vigyázni, hogy éber figyelemmel, tiszta elmével elemezni dolgokat, kritikus gondolkodás. Felmérni a helyzetet. Felmérni a helyzetet, hogy valóban az, amit látok, az tényleg az, aminek tűnik, akkor azt jelenti, hogy nekünk oda kell figyelni arra, ami a világban történik. Természetesen nem azt akarom mondani, hogy most oda kell figyelni minden reklámra, vagy minden semmiségre, de vannak azok a vektor, vektoriális, ö, ö, hogy is mondjam, események vagy hatalmak, amelyek magával ragadják a világot, nekünk azokról tudni kell. Ezért mondtam azt, hogy mindenre oda kell figyelni. És amik mondjuk döntő befolyást gyakorolnak különböző folyamatokra. Igen, igen. Na most most az elején egy zárójelben el szeretném mondani azt, hogy nem szeretnék szalmatüzet gyújtani, ha valamit mondok. Nem szeretnék sem összeesküvés elméletről beszélni, én ezeket szándékosan kerülöm, hanem amiről, amit elmondok, azt a médiából veszem, megbízható, hogy köztiszteletnek örvendő hírforrásokból. Nem szeretnék szalmatüzet gyújtani, hogy itt a világ vége, és most holnap után jön az Úr Jézus, nem szeretném ezt megtenni. Hát ő maga sem tanította arra, hogy így nézzük a világ dolgait. De mindig van két véglet. Az egyik véglet az, amikor szalmatüzet gyújtanak azok, akik beszélnek ezekről a dolgokról. Létrejön egy ilyen, hát erős érzelmi állapot, utána pedig nem történik semmi. A másik véglet pedig az, hogy minden megy a régi kerékvágásba, eddig is voltak megpróbáltatások, ezentúl is lesznek, az élet megy előre, ez van. És nem veszük észre, hogy a Biblia beszél róla, hogy nem lesz mindig úgy, hanem e, előbb vagy utóbb tényleg Jézus Krisztus eljön. Hát ha megnézzük a Bibliában azt, ahogyan a világ történelmét bemutatja az Ószövetségtől egészen a, a végkifejletig, gondolok itt az Ószövetségi történelem, aztán Dániel könyvvel, hogy megvilágítja magát az egész világ történelmét, Ahogy te mondod, sem egy ilyen ciklikusság, ha bár vannak ciklikusan ismétlődő dolgok a történelemben, de, de van egy tendencia. Tehát van egy A, és van egy B, ahonnan, ahová haladnak az események, és még ha egy-egy fejezet le is zárul, egy, egy birodalom megbukik, egy civilizáció el is tűnik, a következő már épít arra, ami eddig volt, tehát Igen. van egy görbe, amelyiknek a mentén haladnak előre az események. Igen, és ezek ennek alapján van új is a történelemben. Ha megengeded egy Kérlek. gondolat erejéig, ugye van három történelem, történelem filozófiai modell, van a lineáris, hogy tényleg haladunk az, első, az A pontból a B pontba, van a a körforgás, Cifikus. hogy nem haladunk sehova, és mindig ugyanazt hát történik. A csak másik. keleti filozófiák ezt. Igen, és uh, van egy spirál, uh -huh. a vannak dolgok, amelyek megismétlődnek a történetben, egymást váltogatják, hogy az évszakok, vagy egymást váltogatják a pirodalmak egyik uh, másik után, de van egy, egy haladás az egyik pontból a másik. Van egy pontról. tendencia az egészben. Van egy tendencia, és ezeket a vektorellis dolgokat nekünk jó, jó tudni, hogy mi az, ami, ami vezeti ezt a történelmet. Beszéltél arról, a, nagyon tetszett ez a példa, hogy a, amikor ilyen cirkuszi mutatványok vannak, hogy az emberek figyelmét elkerüli a lényeg. Azt látják, amit mutatnak nekik, vagy amit ők is szeretnének látni, és nem veszik észre a lényeget. Na, hogy lehet egy ilyen világban vigyázni, ahol talán mások a világnak egy bizonyos arcát? szeretnék nekik meg, nekünk megmutatni, és a világnak egy másik arcát elrejteni. Például a démoni világ. A, a civilizált társadalomban nem találkozunk ördöngösökkel. Ha elmegyek Afrikába például, ott rengeteg ördöngös van. A civilizált társadalomban senki nem hisz abban, hogy vannak ördöngösek, hanem másféleképpen nevezik meg őket, stb. nem szeretnék most erre kitérni. Azért, mert megpróbálják el, elrejteni a valóságnak az egyik arcát de hogy tudnám én kihámozni, hogy mi a valóság, hogyha ez így, így áll? Itt egy modern kifejezéssel élve szerint Modern kifejezéssel élve szerintem ez, ez marketing kérdés, hogy miért vannak egyes régiókban ördöngösök, máshol nincsenek már a sátán részéről, mert hogyha egy régióban az emberek az ilyesmire fogékonyak, akkor ott nekik ezt a műsort fog vetíteni. Ha egy másik közönség erre nem fogékony, akkor nekik más műsort fog vetíteni mindenkinek a maga ízlése szerint határozottan? Na most ahhoz, hogy én vigyázhassak egy ilyen világban, ahol nagyon sok mutatvány van, és nem a valóság, ahhoz nekem egy bizonyos távolságot kell tartanom, avval szemben, hogy el kell távolodnom a világ eseményeitől, ahhoz, hogy megvizsgálhassam őket. Mindaddig, ameddig a cirkusz mutatványon magával ragad az, ami történik, nem fogok rálátni arra a részre, amit, amit láthatnék, de nem veszek észre, mert magával ragadtak az események. Ahhoz, hogy eltávolodjak a világtól, szükségem van arra, hogy időt szálljak rá. Nem fizikailag kell eltávolodnom, hanem abban az értelemben, hogy az élet sokszor rohanó körforgásából tudja kilépni. Szálljak időt arra, hogy mit is mond a Biblia erről a világról. Hogy is néz ki ez a világ a Biblia fényében? Hagyjam, hogy az elmém tudjon eltávolodni ettől, ettől az eszeveszett rohantól, ami a világban van. És akkor talán elkezdhetek vigyázni arra, amit ő. Hát mondjuk ezek a félrevonulások, ezt egész egyszerűen és könnyen meg is lehet gyakorlatilag valósítani. Például abban, hogy az ember minden nap, ideális esetben a nap elején szakít magának akár néhány percet is, elolvas egy igét, imádkozik, elgondolkodik és napközben pedig, ami történik, amit hall, amit lát, azt ennek a szemüvegén keresztül próbálja nézni, és akkor, még ha fizikailag a világban is él és jár, és ott végz a valóit, akkor is egy más látószögből lát mindent. Úgyhogy most már konkrétumokat ígértünk, egy kicsit vágjunk bele, mert megtörténik, hogy az események elszágulnak mellettünk, lineárisan, ciklikusan, spirálisan, valahogy mégis, és nem fogjuk elérni a célunkat. A legtöbb intézkedés a mai világban, akár a klímaválságot nézzük, akár pénzügyi világot, akár katonai, vagy mondjuk így népegészségügyi járványtani szempontból, nagyon sok esetben azzal az indokkal születnek meg, hogy az ember biztonságát, anyagi, személyes, stb. biztonságát szolgálják, és az ember ezért cserébe sajnos hajlamos feladni a szabadságaiból, úgy, ahogy erre annak idején Benjamin Franklin is rávilágított, hogy az ember sokszor hajlandó alapvető szabadságairól a lemondani ideiglenes biztonságért. Kérdés az, hogy miért? Talán a legrövidebb és legegyszerűbb válasz az lenne, hogy a, ameddig a biztonság az ösztönszerű dolog, addig a szabadság az eszmei. Um, Ahhoz már egy tágabb látókör szükséges. Igen. Én találkoztam olyan emberekkel, akik rengeteget nosztalgiáznak a kommunista rendszer után. Milyen jó volt akkor, megkaptuk a lakásunkat, milyen jó volt akkor, biztosító volt a munka, milyen jó volt ez is az. Mert, mert, biztos volt az élet, ugye? Valamennyi igazság van benne. Igen, de aki szereti a szabadságot, aki akár, hogyha ezt az embertípus nézzük, vállalkozó típusú ember, nem tud vállalkozni mert az állam nem engedte meg neki. Nem beszél a lelkiismereti szabadságról, vallás Ha pedig a vallást nézzük, vagy az eszmei dolgokat, a, egy értelmiségi ember nem írhatott szabadon bármit, mert korlátozták. Vannak, akik sokat szenvedtek, vannak, akik az életükkel fizettek azért, mert hittek Istenben, és a maguk módján hittek. Na most ezért talán az emberek hajlamosak lemondani a szabadságukról, a biztonságuk érdekében, mert a legtöbb ember ösztönszerűen éli az életét és ez kell neki a leginkább, hogy, 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 az állam védje meg. Védje meg a vagyonát, védje meg a, az életét, védje meg a, az egészségét, ha kell, ugye, mert az állam jobban tudja, hogy neki mire van szüksége. Mert lusta gondolkodni, mert ugye... Vagy esetleg nem elég távollá. Vagy esetleg nem elég távollátó, ami az élet a dolgait illeti, és megelégszik az azonnali kényelemmel, vagy előrelépéssel. Igen, ám, de a valásos ember, a bibliai embere tudja, hogy ő egy nagy küzdelemnek egy része, ahol Krisztus és Krisztus ellenségek között történik egy viadal, és ez a viadal kihat a hétköznapi életre is. Érdekek húzódnak meg a hátuk mögött, és a vallásos vagy a biblia embere, én inkább ezt a kifejezést, a biblia embere, Tudja, hogy a világot elemezni kell. Tudnia kell, hogy mi az, ami félrevezető a világban, mi az, ami megbízható a világban. Mielőtt tovább mennék, még egy rövid kérdést szeretnék föltenni. Amikor az ember a biztonság és a szabadság között mérlegel, és természetszerűen a biztonságot választja, ami amúgy logikus és teljesen érthető döntés, ha az ember csak a látható, csak a megfogható, csak a jelen való dolgokra tekint, akkor, akkor ez a leglogikusabb döntés. Csak amikor hosszabb távlatai vannak, akkor kezd gondolkozni a másik lehetőségen, hogy nem annyira a biztonság, hanem inkább a szabadság. A kérdés a következő. Aki a szabadságot választja, az tényleg elveszíti a biztonságát, vagy ez csak egy illúzia? A szabadságát Hogyha az örök élet szempontjából nézzük a dolgokat, nem fogja elveszíteni. Tehát a biztonságát. De az életét elveszítheti. Igen. Ezt nagyon fontos tudni egy kereszténynek. A keresztény arra gondol, hogy a biztonságának, ha kizárólag a biztonságát választja, annak nem lesz egy ára, akkor téved. Mert lehet, hogy az örök életével fog fizetni, vagy a hitét kell odaadja a biztonság érdekében, de Hogyha a Krisztusban való szabadságot választja, lehet, hogy az életét elveszítheti. vagy a szabadságát a, bár a börtönbe zárhatják. Igen, csak ne felejtjük el, hogy ez az élet, vagy az épség elvesztése ideiglenes és visszafordítható, tehát vissza fogja még kapni, még ha el is igen, veszíti. De az örök élet szempontjából mindent megnyer. Ehhez kell a hit. Ha viszont azt veszíti el, azt már nem kapja vissza. Azt nem kaphatja vissza. Úgyhogy, ha tényleg hosszú távon nézzük a dolgokat, akkor, és gondolok itt a három ifjúra, a Dániel az oroszlánok erőmben, stb. Tehát ők sokszor kockáztatták az életüket. De én játszanék a gondolattal, és azt mondom, hogy mivel a szabadságot választották, az igazság az, hogy a biztonságok átmenetileg és csak felületesen nézve volt veszélyben, mert hosszú távon nézve a biztonságuk sem volt veszélyben. És hát. akkor nézzük meg, hogy milyen irányba mutatnak a természeti katasztrófák. A mai világban, ugye, mert végidőről, végide eseményekről beszéltünk, lesznek más területi az életnek, amire arra is rákérdezünk a következőkben. De nézzük meg, segít a Biblia valamilyen időbeli meghatározást is adni a végidő kezdetének, természeti katasztrófák által, és amúgy az elmúlt események is, nem régen több földrengés is megrázta a világot, és egyéb katasztrófákról is olvashattunk. Van-e ezekben, idézem a bevezetőben használszott, van-e ezekben valami tendencia esetleg, próbálnak-e valamit eszünkbe juttatni, vagy mindig így volt? Na most az Úr Jézus, de kétélő ez a dolog. Miért kétélő? Azért, mert egyrészt az Úr Jézus úgy fogalmaz a Máté Evangélium a 24. fejezetében, a 6. versben, hogy hallanotok kell majd háborúkról, háborúk híreiről, meglássátok, hogy meg ne rémüljetek, mert mindezeknek meg kell lenniük, de ez még nem itt a vég. És még egyszer a, ebben a fejezetben Jézus megfogalmazza, hogy lesznek dők, halálok, járványok és mindenféle egyéb csapások, sokfele, de ez a sok nyomorúságnak csak a kezdete. Hogyha visszapillantunk a történelembe, akkor valóban látjuk azt, hogy a történelmet szinte azt lehetne mondani, hogy évtizedenként egy-egy háborúval írták meg, mondjak, szinte néhány évszázadban egyszer volt egy világméretű, hát nem éppen világméretű, de mert akkor nem volt globális társadalom, mint most, de akkor is voltak nem kiterjedésű, és nagy Kiterjedésű nagy kiterjedésű igen. Tehát úgy, hogy százezrek haltak meg. Volt az aténi Pest is, meg Justinianus Pest is. Középkorról nem is beszélve, ugye? Igen, 11. században, amikor Európa lakosságának fele elpusztult, és így tovább. Tehát egyrészt tudnunk kell azt, hogy a világban felelhető katasztrófák, legyen az földrengés, természeti csapások, háborúk, vagy járványok nem föltétlenül kizárólagosan az utolsó időt jelzik. De ugyanakkor az utolsó időhöz közeledve Jézus érezteti velünk azt, hogy olyan természetű lesz a világ hangulata, azt mondja az Úr, hogy az emberek szíva elhal a félelem miatt azoknak várásában, amelyek bekövetkeznek a világba. Tehát egyértelmű, hogy a természeti katasztrófák a történelemben lehet nem egyszerre, hanem zónálisan itt, ott, amott jelenkeztek, amit viszont a mostani világban figyelhetünk meg, hogy egyszerre, vagy egymáshoz nagyon közel. És a hatásuk nagyobb kiterjedés éppen Globális azért, amit mondtam, mert a globalizált világban élünk, és ha teszem azt, egy földrengés elpusztít egy 10 négyzetkilométeres területen mindent, amin történetesen mondjuk volt egy kőolajfinomító, vagy egy valami más globális, stratégiai szempontból fontos, akkor azt más területeken is megszenvedik. Természetesen nem az anyagi veszteség a legnagyobb egy földrengésben, hanem az emberi. És nem beszélve arról, hogy egy bizonyos szempontból rosszabb helyzetben vannak a túlélők, mint az áldozatok, mert az áldozatok számára véget ért minden. Akik túlélők, azok ugye a félelem és a nélkülözés, tehát belegondolunk, ez, ez nagyon nagy kihatása van. És sátán fel tudja használni sokszor az ő általa előidézett katasztrófák következményeképpen ébredt félelmet abból a célból, hogy a tömegeket, ugye félelemben tartván az ellenőrzése alatt tartsa, hogy a világ nagyhatalmai, tehát általában, amikor félelem van, amikor katasztrófák vannak, amikor nehézségek vannak, ilyenkor szoktak megjelenni azok a politikai rendszerek, amelyek totalitarista hangulatúak ugye megpróbálják az ellenőrzésük alatt tartani a tömegeket. Így volt hát ez ennek a... több magyarázat is van. Az egyik az, hogy az emberek mindig a biztonságot keresik, és akkor az olyan hatalmakat fogják támogatni, amelyik látszólag ezt meg tudja adni. És a másik dolog pedig az ilyen krízis helyzetekben az emberek akkor érzik magukat biztonságban, hogyha a hatalomban látják azt az erőt, hogy kézben tudja tartani, vagy legalábbis látszólag kézben tudja tartani a krízis helyzetet. És ne hmm. feledjük, hogy hmm. uh, csupán csak az elmúlt században, pontosan egy gazdasági válság következtében, vagy idej alatt jutott hatalomra egy olyan totalitista rendszer, amit mi a náci ugye, rendszerként égye. ismerünk. És a helyzet az, hogy a manapság a világos egy hasonló válságot él át, csak so, sokkal sokrétűbb és, és mélyebb, és sokkal könnyebben kihat, világszinten, Mint annak idején, ennek megvannak a már említett okai, hogy miért hat ki olyan könnyen az, ha valahol valaki köhög, akkor a világ túlsó sarkán is attól valaki tudógyuladást kaphat. Emlékszek a pandémia elején, uh -huh. 2020. januárjában, az, osztály, az osztályteremben volt, amikor előtt a diákok között, hogy Rómában és Kínában előtt egy vírus. És én akkor azt mondtam a diák, hogy ott majd. Ott is Elintézik. A, igen. És uh, két és fél hónapra rábezárták az iskolákat. Amit nem gondolt volna senki. Igen, tehát pandémia, de nem csak Kínában, hanem a világon, mindenhol. Vagy itt van az ukrán-orosz háború, az egész világra kihat. Hát, gazdaságilag, de nem csak gazdaságilag, hogy most már is. ott van ez a feszültség, hogy ugye a, a mi lesz, hogyha, hogyha a nagyhatalmak között történik egy... Eszkalálódik a igen, dolog. Igen, igen, és akkor atom háborúnak a veszélye fennáll, ezek aztán tényleg utolsó időnek a, a, a jelei, mert a világunk soha azelőtt, vagy év, száz évvel ezelőtt, vagy soha azelőtt nem rendelkezett ahol a képessége, hogy az életet elpusztítsák. Hát, és most nem akarok egy másik beszélgetésbe belemenni, de azért könnyen eshet az ember alapban a végletbe is, hogy hát volt még ilyen atomháború veszély évtizedekig a hidegháború ide alatt, és azt is túléltük, és nem robbant fel semmi. Úgyhogy ezzel is lehet magunkat nyugtatni most, hogy hát ilyen még volt, csak a fiatalabbak már nem emlékszenek rá. De nehogy átessünk a másik oldalra, és azt mondjuk, hogy hát akkor ebből se semmi, mert lehet. Van egy Nem bogyar... atomháború, hanem a történelem befejezése, hogy Jézus Krisztus előkészíti. Addig jár a korsó a kutra, ameddig Amid bevezetik a vizet. Ameddig bevezetik a vizet. <laughs> ameddig valami tényleg történik. Igen. Hát egy kicsit váltsunk most egy sávot, de ugyanebb az irányba haladva. <kül> Nézzük meg, hogy a. Milyen más területeken láthatunk még aggasztó fejleményeket? Most beszéltünk olyan dolgokról, amelyek többé-kevésbé spontánul történnek meg, ugye a természeti katasztrófákra minimális hatást tudunk gyakorolni, akár az előidézésre, akár a visszafogásukra. Háborúk megjelenése, Nek is van egy spontán folyamata, részben spontán folyamata, de részben az ember is hozzájárul, ha nem fékezi meg, vagy akár eszkalálja dolgokat. Viszont nézzük meg egy kicsit a, azt a szektort, amit jó ideje, tehát elég hosszú időn keresztül a BIPDA kutatók, kutatók, szinte teljesen kívül hagytak, a figyelmen kívül hagytak, és ez a pénzügyi szektor pedig a Biblia rámutat erre a dologra is, és nem egyszerűen csak pénzügyi válságról van szó, ennél többről. Milyen fejleményeket látsz itt az elmúlt két-három évre gondolok? Ha megengeded, röviden összefoglalnám azt, hogy miért aktuális ez ma? Miért fontos a kereszténynek ugye, hallgatni arra, amit a Biblia mond a világról? Mert a Biblia azt mondja a világról az utolsó időben, hogy ez egy gazdasági rendszer lesz, amely, ugye megpróbálja ellenőrzés alatt tartani a tömegeket. A jelenések könyvének 13. fejezete beszél arról, hogy lesz egy olyan világhatalom, amely gazdasági megszorításokat fog bevezetni a világlakosai számára. Ezek a dolgok mondjuk a 19. század előtt elképzelhetetlenek voltak, mert az emberek eléggé függetlenek hát, voltak a világból. Igen, és technikailag ezt nem lehetett megvalósítani. És nem lehetett megvalósítani. Nem volt eszköz, nem volt semmi. Hogy ezt Na most ugye létrejöttek a nemzeti államok a 19. században, aztán létrejött egy nemzetközi gazdasági rendszer, amelyek, ugye, amelyeknek a központjában ott vannak a nemzeti bankok, a központi bankok. Van egy nemzetközi valuta alap, van, van a világbank, meg vannak a politikai nemzetközi fórumok, mint az ENSZ, és így tovább. Most a keresztények ezt tudni kell. És ezek a különböző fórumok, és az egész rendszer, ez, ez precízen szabályozzák a gazdaság menetét? Igen, és ameddig például a 20. század derekáig, um, a, a készpénznek voltak, hogy is mondjam, kézzelfoghatóbb szabályok, meg átláthatóbb szabályozási eszközök. Egyszerűen úgy mondják, hogy aranyfedezet. Arany aranyfedezet. A 20. század derekától errefele ezek megszűntek, és sokkal nagyobb ter tér nyílt a spekuláció számára, meg a manipuláció, gazdasági közgazdaság manipulásának a számára. És az, amit az elmúlt két-három évben tapasztalok. Van egy ismerősöm, akinek van egy üzletje, és az ő üzletjében nincsen terminál, ahol kártyával lehet fizetni. Csak készpénz. Csak készpénzbe. És ez mindig jó volt, mert az ember így, falusi falun van, falusi ember így éri az életét számára, az a valóság, ami a kezében van. Most egy Ugye? picit így sejtelmesen megígézni, nem sokáig. Nem sokáig. Körülbelül vagy három hónappal ezelőtt bemegyek kolosvárt egy bankfiókba, előleget kellett kifizetni egy missziós biblia tanulmányozó hétvégét, kellett, egy, hát kellett lefoglalni. Nem mondom a banknak a nevét, lehet nem kell mondani. Bármelyik lehetne. Bármelyik lehetne. Bemegyek és 500 előleget akartam kifizetni, és azt mondják, hogy ők nem vesznek el készpénzt. És mondom neki, jó, biztos egy téves fiókba kopogtattam be, mondják meg, hogy Kolozsvár, melyik az a fiók ennél a banknál, ahol elfogadják a pénzt, azt mondták, hogy egyik se, ez a bank várt többé készpénzt nem fogad el, csupán csak a bankautomatába ha van nekem kártyám, annál a bankás. Mondom, hogy ennél a banknál nekem kártyám nincs, akkor készpénzt nem fogadunk el. Így jártam én ezelőtt be. körülbelül tíz nappal egy hasonló esetben. És uh, akkor azt mondtam, hogy jó, elmegyek ahhoz a bankhoz, ahol nekem van bankszámlám, és akkor felteszem a bankszámlára, és akkor az én számláról majd átutalom arra a bizonyos számlára. Úgy is történt, bevették a pénzt, átutaltam. Három héttel ezelőtt visszamegyek ugyanabba a bankfiókba, ahol, ahova szól az én bankszámlám, ugye, ahol két hónappal azelőtt fizethettem készpénzbe. Azok a pultok, ahol készpénzzel lehetett fizetni, mindent tűntek. Mondom, hogy hol tudok készpénzt fizetni? Azt mondja, csak bankautomatánál. És mondtam, oké, jó. És van még egyáltalán egy a banknál, Kolosvárt olyan fiók, ahol készpénzt fogadnak. Azt mondja, hogy már csak kettő van. Ez a Romániában a legnagyobb bank. És akkor kérdezem, hogy meddig lesz, ameddig készpénzt fogadnak el. Nem tudjuk meddig. De a tendencia az, hogy a készpénzt megszüntessék. Jó, de ez mondjuk bizonyos könnyebbségekkel is jár, mert ugye nem kisebb az eső, hogy az embert kirabolják, hogyha olyan Igen. helyzetbe kerül. Ha elveszíti mondjuk a bankkártyáját, azt kicserélik, és a pénz megmarad, a bankkártyával együtt nem tűnik el, könnyebb fizetni, nem kell bibelődni az apró pénzzel, hogy most mennyi jár vissza, aztán lötyög az ember zsebében az a marék fénypénz. azért vannak előnyei Tehát is. Tehát ide Mi a, a beszélgetés legelején te általad felemlített uh, szituációhoz, hogy valóban nagyobb az embernek a gazdasági biztonsága, de nem a szabadsága. Mert hogyha megszűnik a készpénz, akkor azt jelenti, hogy uh, uh, ha például be akarom javítani a cipőmet, mert elviszem egy cipészhez, a cipész azt fogja mondani, hogy hát most uh, nekem nincsen, uh, ugye engedélyem rá, nem fog megjavítani 20 leért, mert uh, nem tudsz fizetni készpénzzel, hogy eddig fizettél, most már minden csak a bankon keresztül történhet. Ez a kisebb baj. A nagy baj az, ami, ami például Kínában már működik, hogyha az állam ellenőrzése, akarja, ellenőrzése akarja, alatt akarja tartani az én viselkedésemet. És hogyha én nem kívánatos személyé válok az állam szá, számára, egyszerűen azt mondja, ha nekem van 3000 lejem a bankszámlámon, abból ebből a hónapban nem használhatok csak 2000 lejt, mert uh, ugye olyan módon nyilvánultam meg, amely ugye rendszerellenes. Rendszer ha hát pandémia mint amikor van, a szülő megvonja a gyerektől a egy részét. Igen. Csak hogy a szülőnek megvan minden joga hozzá, mert a szülő a leginkább a, ugye a gyermekét senki jobban nem szereti a világon, mint ő és Hát és a nevelésért felelős egy bizonyos pontig, igen. amíg felnő a gyerek. De gyakorlatilag, hogyha a gazdaságilag ellenőrzése alá, az állam ellenőrzése alá kerül az embernek a gazdasági szabadsága, az ember szabadságát gusba kötik. Nem lehet több igazából szabad. Az Egyesült Államok első elnöke mondta ezt, hogy a szabadságnak legfontosabb garanciája magántulajdon. Magántulajdon nélkül, tehát úgy, hogy szabadon rendelkezhetem magántulajdonnal. Magántulajdon például, hogyha egy bankszámlán van, és aval nem rendelkezhetek szabadon, mert infláció van, és talán a bank úgy dönt, hogy ezt most nem költhetem el, vagy ellenkezőleg, ha nem költöm el mondjuk fél év alatt, akkor elveszti az értékét, mert most minden lehet, hogyha minden ö, ö, csupán csak ö, ugye, ö, bankokon keresztül működik, akkor, akkor bármit el lehet követni a magá, magántulajdonnal, a, a valamivel az emberek rendelkeznek. És itt látom én az egyik veszélyt. A Biblia beszél egy olyan időről, amikor a világban megvalósítható lesz az, hogy az ember élete függ attól, amilyen van. És ezt fogják korlátozni, ma már egyre inkább látható, kézenfogható az, ahogyan ez megvalósul a szemünk előtt. Hát gyakorlatilag az a rendszer adott, mert ha megnézzük egyrészt a jogi eszközöket, ugye a bíróság elrendelhet például számozárlatot. Nem ott van, nem lehet hozzáférni jogi alapon bíróság elrendelhet súlyosabb esetben vagyon elkobzást. És mindezt nagyon könnyű gyakorlatba jutatni akkor, hogy itt részletezted, most csak összefoglalom röviden, akkor, amikor minden egy elektronikus zárt rendszerben működik, amit néhány kattintással könnyen lehet bármilyen irányba befolyásolni. És a vagyonomat nem tudom készpénzért eladni. Pontosan. És ha Találsz is valakit, aki egy zsákpénzt ad neked egy darab földért, az a pénz az legfeljebb tapétának lesz, jó a hálószobában más, nem igen, mert senki nem fogja tovább, nem adhatod tovább, mert nem lesz, aki elvegye. De itt a kérdés, amit szeretnék még röviden feltenni, miközben az időnk gyorsan pereg, hogy mi most ezt elmondtuk, de ha esetleg az a nyom, benyomás alakult ki valakiben, hogy itt most ketten valamit elképzeltünk, akkor próbáljuk meg egy kicsit megvilágítani, a Biblia is beszél egy ilyen pénzügyi kontrollról, vagy, vagy ez csak egy ilyen belelátás dolog? Igen. Valóban a Biblia egyértelműen fogalmaz, a Jelenések könyvének 13. fejezetében fel szeretnék olvasni egy-két ígét, ha megengeded. Kérlek. Azt mondja itt a Szentírás, hogy itt egy ilyen világhatalom, vagy globális hatalomról van szó, aki ezt műveli. Ehm, azt is teszi mindenkivel, kicsinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal, hogy az ő jobb kezükre vagy homlokukra bélyeget vegyenek, és, ha, és hogy senki se vehessen, se ne adhasson semmit, hanem csak akin a fenevad bélyege van. Egyértelmű, a Szentírás arról szól, hogy az ember számára lehetetlenni válik az élet. Nem kell az embert megülni ahhoz, hogy megfélemlítsék. Egyszerűen felfüggesztik azt a lehetőséget, hogy megéljen. Vagy korlátozzák azt a jólétet, hozzá hozzászokott. Igen, de... Nem fejl... sokat, egy részét kell csak elvenni. Csak egy részét. És az ember már akkor is hajlandosok mindenre. Igen. Gazdaságilag az ember megbínul. Néhány hét kell hozzá, ameddig a tartalékai elfogynak, már, a, már az élelem tartalék, vagy amilyen van, és utána ki van teljesen egy kinyuralomnak. Amúgy ezt egy külön beszélgetésben szeretném megbeszélni, és egy nem határidős, de adósságnak rónám fel azt, hogy, hogy mi az a feltétel, vagy az a bélyeg, amihez kötik ezt a pénzügyi szabadságot, amit szerintem az elkövetkezőkben jó volna egyszerre külön visszatérni egy önálló beszélgetésben. Tehát röviden természeti katasztrófák, egyre súlyosabb kihatásokkal, amit ugye súlyos hatása van a klímaváltozás, és ugye ezt már itten kezdik összekötni a természetben levő katasztrofális állapotokat az emberi tevékenységgel, ami eddig még nem történt. Ezt is felhasználhatják, és az ember ellen fordíthatják majd. É és ugye a pénzügyi szektorban a növekvő kontroll, itt nem akarok belemenni, de akik esetleg jártasabbak, itten én nem magam nem tekintem magam annak, én is csak olvastam erről, hogy például van ez a bizonyos SWIFT rendszer, aminek a néhány perc vagy óra alatt akár egy egész országot meg tudnak bénítani pénzügyi területen. Ezen túl viszont van még egy másik dolog, amit csupán rövid öt percünk marad röviden átbeszélni, mert időnk lejáróban van. A spiritizmus előrelépése, és itt használnék két kifejezést, úgy fogyasztói szinten, mint a politikai elit soraiban. Fogyasztói szint alatt gondolok az emberére, akik médiában itt-ott spiritista befolyás alá kerülhetnek, úgy is, hogy nem is tudnak róla különböző médiatermékeken keresztül, vagy esetleg tudják, de a csomagolás olyan, hogy még tetszik is. És a politikai elit szintjén is hát annyit megemlítenék köztudott, hogy például már a 80-as években ezt bevallották az akkori nagyhatalmak vezetői, hogy fontos döntések előtt spiritista médiumokkal konzultálnak. A kérdés az volna, hogy milyennek a veszélye, és mi a háttere? Hogyha a kedves nézők most lehet arra gondolnak, hogy olyan sok szélhámos dologgal találkoztak az életbe, akkor mi most nem erről beszélünk. Tényekről beszélünk, amelyek, amelyek megcáfolhatatlanok. Ellenőrizhetők. Ellenőrizhetőek. A spiritizmus az egy világszéles jelenség, amely két Hát két, két hitre épül, vagy két elvre épül. Az egyik elv a lélek halhatatlansága. Ebbe vetett hit, hogy az ember nem hal meg. Amikor meghal, akkor a, a lényének egy bizonyos dimen, egy bizonyos része egy kézzel foghatatlan dimenzióban tovább él. A második alapiglére a spiritizmusnak az, hogy ezekkel, evel a világgal, a lelkek világával lehet kommunikálni a Biblia leleplezi ezt a világot. És ő ne felejtsd, itt még egy annyit kiegészítenek a plusz egyedik tételként, hogy ebben a másik dimenzióban nem csak olyanok vannak, akik haláluk után oda költöztek, hanem olyanok is, akik soha nem is éltek emberi formában. Tehát egyféle túlvilági népesség, amihez csatlakozik az ember halála után, és akkor ezekkel. A modern ember számára lehet, hogy ez egy hiedelemnek tűnik, de a Biblia azt mondja, hogy ez egy reális világ, nem a lelkek világa, mert az embernek nincsen olyan lelke, ami tovább él a halál után. És tudatosan. És tudatosan. De a démonok világa a Bibliában nagyon is reális, és a démoni világ megpróbálja ezt a népi hiedelmet, vagy keresztény tévtanítást kihasználni, abból a célból, hogy félrevezesse a, 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 az emberiséget. démonok alatt pedig nem ezeket a kis kecskelábú középkori festményen látható törpéket értjük, hanem azokat az angyalokat, akik Isten ellen föllázadtak. Igen ha megengeded olvasni egy gondolatot egy közismert szerző könyvéből, aki nagyon népszerű bizonyos körökben, Napoleon Hillről van szó, aki uh -huh. a személyiségfejlesztő és motivációs szinte irodalomnak, vallásnak, az egy egy irodalomnak uh -huh. az egyik alapítója. Hát csak figyeljük meg, hogy hogy hogyan fogalmaz ez az ember, akinek a könyvét rengetegen olvassák. Egyedül voltam dolgozó szobámban és minden nagyon csendes volt. Megszólalt egy hang. Azért jöttem, mondta egy hang, mondta a hang, hogy, hoz, hogy hozzáadjak egy könyvethez még egy részt. Sok filozófia segített már az embereknek felkészülni a halára, téged azonban arra választotta, ki, hogy olyan filozófiát adj az emberiségnek, amely segítséggel a boldog életre készülhet fel. Később ez a hang bemutatkozik, mint egy tibeti magas, magasan képzett hát guruk iskolájának. Lámák, a, Lámák iskolájának az egyik képviselő, hmm. és azért jött, hogy a Modelltársadalomnak az egyik nagyon befolyásos, aki, ez a Napoleon két amerikai elnök személyes tanácsosa volt, ugye felkészítse a világot valamire. Na most a New Age mozgalom hatalmas telet hódított, a keleti vallások, mindenféle médiumok találhatók a, a, a világban. A Jelentse könyvének 16. fejezetének a 8. verse, megjövendőli azt, hogy a démonok megkísér, meg fogják kísérelni a világ vezetőinek a, a félrevezetését. Ha megengeded, olvasom röviden, röviden ezt a gondolatot. Azt mondja a 16. fejezetnek 13. verse, és látik a sárkány szájából, és a fenevad szájából, és a hamis a szájából három tisztáltalan lelket kijönni békákhoz hasonlókat, mert ördögi lelket azok, akik jeleket tesznek, akik elmennek a földnek, és az egész világnak királyaihoz, hogy egybegyűjtsék azokat a mindenható Istennek a ma nagy napjának kiadalára? Hát itt már egy konkrét cél fogalmazódik meg, egy ilyen világszéles koalíció. Na most egy ilyen materialista világban be mi élünk, ahol vannak emberek, akik hisznek a lelkekbe, vagy hisznek ezekbe a földön túli nem tudom mitbe. Hogy lehet meggyőzni a társadalomnak azt a részét, amelyik rendkívül materialista és rendkívül ragaszkodik a kézzelfogható bizonyítható tényekhez. Én nagyon megdöbbentő jelenségre figyeltem fel, hogy amíg a New Age, meg ez a médium, spiritista hangulat megerősödött a világunkban az elmúlt évtizedek alatt. Van egy másik jelenség, amiről eddig csupán csak az úgynevezett szélhámosok beszéltek. De most az Amerikai Egyesült Államok hadügyminisztériuma adott egy, egy hivatalos jelentést 2021. június 25-én. Az Amerikai Kongresszus elé terjesztették ezt a jelentést, különben a jelentést a kongresszus követelte a Pentagon részéről. Azokról a repülő azonosítatlan objektívumokról, amelyekről rengeteg hír terjedt, de soha a hivatalos állásfoglalás nem történt. És hogy uh, én ezek mögött a démoni lelkek tevékenységét látom. Hát uh, most itt annyit jegyeznék meg csak, hogy ez bluff, vagy tényleg léteznek, vagy uh, vagy hamisítvány, vagy emberi alkotta, vagy, vagy földön kívüli, ezt nem tudjuk, de a hatását tekintve nem is lényeges. Mert a végeredmény, akár így, akár úgy áll a helyzet, ugyanaz, előkészíti az embert egy földön befolyás, befogadására. Befogadására? Tehát ez a vége, végcélja. Igen. Ez. Például ebből a, ebből a jelentésből, amit az amerikai hadügyminisztérium nyújtotta a, ugye az amerikai törvényhozó fórumnak, olyan repülő, azonosítatlan objektívokról, tárgyakról van hmm. szó, amelyek 9-10 ezer méter magasságban voltak észlelhetőek, figyel, voltak megfigyelve. Egy időben több műszerrel próbálták azonosítani, hogy nem létezik, a, igen, tehát hogy ne legyen tévedés, az elmúlt 15 év alatt körülbelül 140 ilyen megfigyelés volt, tehát nem elszigetel er uh -huh. dolgokról van szó. Például azt mondja az a jelentés, hogy 2018-ban egy F-18-as vadászgép pilotája majdnem összeütközött egy ilyen tárgyal. Más tárgyakon például azt mondja, hogy nem volt észlel, észlelhető hajtóművekkel felszerelve, vagy infravörös tartományban detektálható kipufogázzal. Tehát nem volt rajtuk hajtómű, mégis a fénysebességét sokkal-sokkal nagyobb értékekkel meghaladták. Érdekes az, hogy amikor megfigyelték őket, és azt mondja ez a, ez a, ez a raport, hogy gyakran egész nap kint voltak, már pedig erre az ismert repülőeszközök üzemanyag utáltöntés nélkül képtelenek lennének. Megfigyelték, hogy úgy lépték át a hangsebességet, hogy nem produkáltak hangrobbanást, amely a jelenlegi fizikai törvények szerint lehetetlen. 4000-5000G-s gyorsulással Gyorsulást. gyorsulnak, amely a fizikai törvényeket úgy hágja át, hogy például az emberi az test... Az szervezet ezt nem bírja ki. Nem bírja ki, de még az elektromos műszerek sem bírják ki, annyira tönkre mennének. Na most ez egy hivatalos jelentés az amerikai kongresszusba. A kérdés az, hogy mit viszünk ebből haza. És ez is egy dolog, amire oda kell figyelni, viszont két, bocsánat, hogy most így kell mondanom, két bővített mondatban fogalmazzuk meg, hogy mit jelent ez egyszerű keresztény életében, és egy ilyen világban, amilyenről eddig beszéltünk, vigyázni. Elsősorban Jézus azt mondja, vigyázzatok. Figyeljetek oda arra, ami történik a világban próbáljátok a Biblia fényében beazonosítani azokat a fejleményeket és eseményeket, amelyekről az Úr beszél. Másodszorban uh -huh. marad a hit. Hinni annak abban, amit a mi teremtő atyánk, aki szeret minket, mondott nekünk. Úgyhogy ezek ne félelemre, hanem ahogy mondja az Úr Jézus Krisztus bizakodása, reménységre búzdítsanak, mert amikor úgy tűnik majd, hogy ezek az események, mondja így, lecsapódnak, akkor majd azt mondja hogy az Úr, és bízatok, mert ebből látható, hogy közel van. Köszönjük szépen ezeket az értékes gondolatokat, és mind a mellett, hogy még adósak vagyunk egy magyarázattal, ugye, amit jelenések könyve kapcsán magunknak felírtunk, kívánjuk a Isten áldását szolgálatodra, és köszönjük, hogy eljöttél. Köszönöm szépen én is. Kedves nézőink! nem egyszerű az a világ, amelyben élünk, bonyolult, néha megtévesztő, néha félrevezető, de Istennek ígé, hogy szoktuk minden adás végén mondani, mutatja az utat, és Isten megadja az erőt is, hogy az úton végig menjünk. Úgyhogy nekünk választanunk kell, és ha lehet, én azt ajánlom, imádkozzanak azért, hogy bölcsen válasszunk. Ami a világban történik, cseppet sem szívderítő, de ugyanakkor ne ijedjenek és ne féljenek meg semmitől, hanem tekintsenek arra, hogy az Úr Jézus Krisztus vár bennünket, és szeretne felkészíteni az ő eljövetele napjára. Ez egy szemünk előtt, és akkor örömmel és derülátoan fogunk tovább menni napjainkban, és bátran lépünk a jövőbe. Várom Önöket mához egy hétre is, addig is ne felejtjék, az ige mutatja az utat, Jézus adja az erőt, a döntés viszont az Önöké. A nevem László Varga Zoltán, a viszontlátásra.